Szomorú téli idő köszönt ránk a délvidéki Topolyai tó partján. A borús idő ellenére itt találjuk Herbut Elvira doktornőt, aki 2019-ben elnyerte a nemzetházi orvosa címet, és aki jó házi orvosként az egészséges életmódban is élen jár. Minden nap 5 kilométert fut, többnyire itt a tó partján. Hello, sziasztok! Hello. Itt már Elvira munkahelyén, a Topolyai Egészségházban járunk, ahová már meg is érkeztek az első kis betegek. A doktornő már gyerekkorában eldöntötte, hogy orvos lesz, így miután végigjárta a ranglétrát, a gyermekorvosi pályát választotta. Mindig is szerettem a gyerekeket, szerettem volna a genetikát, még ezen belül szóval ilyen kutatómunkát, de hát itt Topolyán nincsen lehetőség. Úgyhogy akkor úgy gondoltam, hogy ha itt Topolyán fogok élni, és Topolyán fogok praktizálni, akkor a gyerekgyógyászat lesz az, amit szerettem volna legjobban csinálni. És a gyerekek azok, akik adják az energiát az embernek, én bár úgy érzem, én is szeretem őket, ők is szeretnek engem. A topolyai szülők legnagyobb örömére Elvira már 14 éve látja el a község kisbetegeit. Krisztina mindkét kislányának Herbut doktornő a házi orvosa. Amióta van két gyermekem, vagyis az öregebbik kislányom, 2013 óta járunk az Elvirához. Miért választottam az Elvirát? Én őszintén őt privátilag is ismerem már szinte 20 éve, és a bizalmat elnyerte nálam, és azért döntöttem, hogy hozzáhozom a gyermekeimet. Nincs megállás, Elvira reggeltől estig dolgozik, most épp házhoz megy két kisbetegéhez. Megnézzük előbb a fülimüridet, van egy kis bogárka, jó? Szerencsére nincs komoly baj, csak egy rutinvizsgálat volt szükséges a fekete család gyerkőceinél. Elvirát már Ágnesék is évek óta ismerik, nagy örömmel fogadták a hírt, hogy Elvira nyerte el a nemzetházi orvosa címet. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, mert így elmondhatjuk azt, hogy nem csak mi vagyunk vele megélégedve, hanem a teljes Topolya, illetve akik rájuk szavaztak, akik tapasztalták, hogy mennyire professzionális a munkája során. Mi ugye többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy sürgősen kellett nekünk kórházba menni, és mindig a rendelkezésünkre állt, és segített nekünk, és tanácsokkal látott el bennünket. Nagyon szép volt, hogy éreztem, hogy mindannyian ott egyek vagyunk, és hogy együtt oda tartozunk, és hogy egy helyen vagyunk, és a magyar himnusz, mikor énekeltük, mikor a fellépések voltak, még mikor szólítgattak bennünket, tehát tényleg ez egy olyan élmény volt, hogy ami szívmelegítő, és az embernek ilyenkor néha még a könycsepp is kicsorul a szeméből, mert tényleg ezt lehet egyszer megélni az életben, nem többször, hogy ekkora kitüntetést kapjon az ember. De viccen kívül, hogy ilyet azt hiszem, hogy műtöttünk. Egy az igen, divertikulumok. Ja, nem divertikulum. Még látod, hogy itt van a... A családi fészekben látja el tanácsokkal Elvira a fiát, Albertet, aki szintén az orvosi pályát választotta hivatásának. A későbbiekben ő is itthon szeretne boldogulni. Külhoni magyarként valahogy ezt úgy tudom elmondani, hogy sehol máshol nem érzem igazán, hogy otthon magam. Természetesen Magyarországon is nagyon érzem magam, de itt valahogy megvan az embernek valamilyen szinten csak meg kell küzdeni a megmaradásért, és valahogy ez bennem egy lelkesítő erő, hogy én nekem mégiscsak hogy az itt maradásért küzdenem kell, és ezt én nem szeretném feladni. A szülőföldhöz való ragaszkodást Albert édesanyjától örökölte. Elvira a közeli Kúláról származik, nagyon kötődik ehhez a vidékhez. Az ember az, hogyha kimegy, az nagyon szép is, akkor valószínűleg, hogy anyagi javak még megy ki, de amikor itt maradsz valami más, valami belsőségebb dolgok, ami lehet, hogy erősebbek, és valami szebbek, és tisztábbak, mint az, hogy kimész, és akkor ott néha egyedül érzi magát, és sok ember akkor hétvégeken azért jár haza. Én úgy döntöttem, hogy itt fogok maradni, és itt fogok élni. Hivatástudat és hazaszeretet. Ezen örökértékek mentén végzi munkáját nap mint nap Elvira. A gyerekek iránti odaadása és a szülőföldje iránti elkötelezettsége a bizonyítéka annak, hogy kiérdemelte 2019-ben a nemzetházi orvosa címet.